Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, az évközi idő 31. vasárnapján, itt a gazdagréti Szent Angyalok templomban, és köszöntöm a televízió kedves nézőit is, akik velünk együtt ünneplik a Szent Eukarisztiát, gazdagodnak Isten igéjében, és bekapcsolódhatnak közös imádságainkba. Halottainkért imádkozunk a mai szentmisében is. Elkezdtük a 30 napos szentmise sorozatunkat elhunyt szeretteinkért, akiknek neveit elhelyeztük itt az oltáron, vagy pedig emléküket a szívünkben hordozzuk, ide tehetjük lelki felajánlással is a szeretteinkért felajánlott imákat a közös eukarisztikus áldozat oltárára. Kérjük elhunyt szeretteinknek az örök boldogságot, és önmagunknak a reményt, a találkozás, egymás viszont látásának reményteli örömét. Szentmisében különös szeretettel kérem most imádságaitokat, egyházközségünk nevében is, a magam nevében is, és a család nevében is, Simándi Józsefné, Judit asszony fölépülésért, aki tegnap agyvérzést kapott, most a János Kórház intenzív osztályán fekszik. Imádkozzunk érte, mint egyházközségünk képviselő testületének tiszteletbeli tagjáért is, és aktív támogatónkért, segítőnként a közösségi életünkben. A mai szentmisében megújítjuk az eukarisztiát az örökimádó kápolna számára, és ezzel a szent áldozattal is folytatjuk az Úr Jézus köztünk létének imádásos tiszteletét. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jó noma mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek. Dicsőség a magasságban Istennek.
könyörögjünk. Mindenható irgalmas Isten, ha te kegyelmed műve, hogy híveid méltóképpen és tetszésed szerint szolgálnak neked, ott kérünk, hogy minden akadályt legyőzve elnyerjük a megígért boldogságot, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Uram, az egész világ olyan előtted, mint a porszem a mérlegen, s mint a földre hulló hajnali harmadcsepp. De te mindenkin megkönyörülsz, mert mindent megtehetsz, és elnéző vagy az emberek bűnei iránt, hogy bűnbánatot tartsanak. Mert szeretsz mindent, ami van, és nem utálsz semmit abból, amit alkottál. Hiszen ha gyűlöltél volna valamit, meg sem teremtetted volna. Hogyan is maradhatna meg bármi, ha te nem akarnád? És hogyan állhatna fenn, ha te létre nem hívtad volna? De te mindent kímélsz, mert a tiéd minden, ó életnek barátja. Milyen jó és kegyes mindenben a te szellemed, Uram! Alig bünteted azokat, akik eltévednek, inted azokat, akik vétkeznek. És a szívükre beszélsz, hogy gonoszságukat elhagyva higgyenek benned, Uram. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből. Testvéreim, állandóan imádkozom értetek, hogy Istenünk méltóvá tegyen benneteket a meghívásra, és tökéletessé a jóra való törekvésben, s a hitből fakadó tettekben. Így dicsőül meg Urunk, Jézus neve bennetek, és ti ő benne, Istenünkben és Urunkban, Jézus Krisztusnak kegyelméből. Van még egy kérésünk, testvérek. Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a vele való egyesülésünket illetően ne veszítsétek el rögtön józanságotokat, és ne ijesszen meg benneteket sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő mondás vagy levél, mintha az Úr napja már a küszöbön állna. Ez az Isten igéje.
az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előre futott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom. Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: bűnös embernél száll meg. Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négy annyit adok helyette. Jézus ezt felelte neki: ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az ember fia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett. Ezek az evangélium igéi. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, itt gazdag réten, a szent angyalok hajlékában és a televíziók mellett megdöbbentő történetet hallhattunk az evangéliumban. Bár ez a megdöbbenést előidéző jelenség nem annyira szembetűnő, mégis az, mert olyan belső fordulat történik egy ember életében, az Úr Jézussal való találkozásban, amely kívülről ugyan nem látható az eredményeit, a jóvátételt lehet majd érzékelni, de érdemes szemügyre venni azt a belső folyamatot, amely végbe megy Zakeus történetében. Nem hivalkodni szeretnék a rendszeres szentföldi zarándoklatainkkal, de mégis fontos azt megemlítenem, hogy amikor eljutunk a Szentföldre, és mi is átmegyünk Jerikó városán, megállunk egy nagy terebélyes fa mellett, legalábbis egy fénykép készítése rövid idejére, mert a hagyományon annál a nagy fánál azt az emléket őrzi, hogy ez volt az a vad fügefa, amelyre Zakeus, a pici ember, felmászott. Felmászott azért, mert test méretei, alacsony termete miatt a nagy tömegben nem tudott Jézus közelébe férkőzni, és élt a vágya, szinte égett a vágy benne, hogy láthassa Jézust. Ellentmondásos már maga ez a külső körülmény is, hiszen ez a kicsi ember egy zsarnok volt, aki sokakat, emberek tömegeit megkárosította. Mondhatnánk, hogy egy rettegett személyiség, akit nem szívleltek az emberek hivatása miatt és a módszerei miatt, és rákényszerül ez a pici ember, amit lélektanilag is
tudunk elemezni, hogy sokszor előfordul az, és most nem senki konkrét személyre nem gondolok, de gyakran előfordul az, hogyha valakinek a testi adottságaiban valamiféle hiány, történetesen a test magasságnak a megfelelő mértéke nem mutatkozik, és hiány mutatkozik valamilyen téren, akkor nagyon sokszor más módon akarja felhívni magára az ember a figyelmét, és próbálja ellensúlyozni éppen a testi adottságainak a hiányosságait, és így nagyon sokszor ilyen diktátor alkat, vagy zsarnoki alkat alakul ki ilyen helyzetben. Ezt most, ha már konkrétumról beszélünk, akkor ezt most éppen Zakeusról elmondhatjuk, mert az ő esetében ez valóban így volt. A vámosok kiszolgálták a római hatalmat, népüknek ellenségeivé váltak emiatt, terményadót, meg földadókat, meg egyéb minden helyi adókat szedtek. Ez még nem lett volna olyan alapvető probléma, de mindemellett megkárosították az embertársaikat, már csak azért is, mert ezt a munkát, amit a hatalomtól ki lehetett bérelni, tehát vállalkozást lehetett erre szerezni, azt jól meg kellett fizetni, és éppen ezért egyre több pénzt kellett az emberektől kicsikarni. Na már most ez a Zakeus mindemellett vágyakozik arra, hogy Jézust lássa, mert hallott már Jézusról, az ő csodáiról vagy szavainak erejéről, és arról is hallhatott, hogy ez az ember meg tudja szabadítani a bűnös embert a bűneitől, aki tele van görcsökkel, vagy lelkiismeret furdalással, bűntudattal, rajtuk tud segíteni Jézus. És ilyen gyógyulásra, megújulásra vágyott Zakeus. Slám, Jézus elhalad, megy, tömeg kíséri őt, megy a fa mellett, és egyszerre fölnéz, nem azért, hogy megszégyenítse és leleplezze Zakeust, hogy na te törpe, most kénytelen voltál fölmászni a fára, hanem azt mondja, hogy Zakeus, gyere le gyorsan, neked itt a helyed mellettem vagy közöttünk, és ma a te házadban fogok megszállni. Tehát megdöbbentő közlést ad Zakeus számára. És valóban a megdöbbenés az Zakeust is eléri jó értelemben, de aztán a fanyalgók is megdöbbennek amiatt, hogy vámosokhoz és bűnösökhöz tér be vendégségbe, és elfogadja a meghívást, az asztalközösség, egy bűnös ember házába való belépés, az mindig a közösség vállalást jelenti, és így Jézus a saját tekintélyét is kockára teszi emiatt, mert ő mintha cinkosa lenne a bűnösöknek vagy a vámosoknak, de nem így van, szabadítója a bűnös embernek, és ez a szabadulás nem csak a párbeszédekben, amelyekről beszámol az evangélium, hanem a találkozásban, a vendéglátásban, a közösségben, ez megvalósul, a belső átalakulás, és a gyümölcse is megérlelődik néhány óra alatt, mert Zakeus mindent jóvá akar tenni. Ma üdvösség köszöntött erre a házra, mondja Jézus, mert nem csak a kötelező kártérítést valósítja meg Zakeus, hanem még többet is ad a megkárosítottaknak, és a törvény előírta mértéken felül is még megsegíti a rászorulókat. Üdvösséget hozott Jézus, és ez rászáll a házra, Zakeusra is, nyilván a háza népére is, mert Jézus mint megmentő jött közénk.
Pont azért jött, hogy levegye a bűnnek ezt a nyomasztó terhét és a bűntudatot, ami a bűn következménye. Ezért jött, ahogy már az angyalok is hirdették Jézus születésekor, elmondták a pásztoroknak, hogy ma megszületett a ti megmentőtök, vagyis üdvözítőtök, az Úr Jézus Krisztus. És valóban ezért jön Jézus, ezért jött közénk, hogy megmentsen minket a rossztól, mert Isten nem a tagadásnak, a megsemmisítésnek, a csak azért se legyen elhatározásnak az Istene, hanem az ellenkező jó akaratnak, a legyennek, az igennek, a teremtésnek az Istene, és azért teremtett embert, és hívott meg minket a vele való közösségbe, hogy mi ebből megtaláljuk a lehetőségünket az örök élet boldogságára. Nagyon fontos gondolat ez, ezért mondja Jézus, hogy Zakeus is Ábrahám fia, hivatkozik az ősatyára, aki mindannyiunknak a hitben az ősatya, ahogy a római misekánonban is emlegetjük Ábrahám nevét, amikor azt mondjuk, hogy elfogadta az Úr ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát, mert ő kapta meg az ígéretet, amit Jézus aztán beteljesített. Benned nyer áldást a föld minden nemzete, mert már az Ószövetség szövetség kötései arra a végső szövetség kötésre irányultak, amit az Úr Jézus kötött meg az emberiséggel, megváltó vérével, megpecsételve, hogy megmentsen minket az örök haláltól. Novemberben minden nap halottainkra gondolunk, megemlékezünk róluk. Jól ismerjük azt az népéneket a Hozsanna énekeskönyvből, mely úgy kezdődik, hogy ments meg engem, Uram, az örök haláltól, a ma rettenetes napon, minden bajtól. És amikor ezt imádkozzuk, énekeljük, akkor ugyanakkor ez a szorongó érzés is feloldódhat bennünk, mert van megmentőnk, aki éppen azért jött, hogy bennünket minden rossztól megszabadítson, és üdvösséget hozzon mindannyiunk életébe. A mai világunkban akár a közéletre is gondolhatunk, és sok emberi eszmei törekvésre, amikor inkább hallunk tiltakozásokról, tagadásokról, mint jó elhatározásokról és értékteremtésről. Inkább azok a szándékok kerülnek túlsúlyba, hogy mi ne legyen, vagy miért ne legyen, mit lehet megakadályozni, mit lehet megsemmisíteni, hogy lehet az embert magát is elpusztítani, mondjuk tegyük hozzá sajnálattal. Ebben a világban mi Jézus oldalán állunk, aki megmentőnként jött, a legyent hozta el, mert ahogy a bölcsesség könyvében olvassuk, mindent azért alkotott az Úr, hogy legyen, és az ő teremtményei az üdvösségre szolgálnak. Így mi is, így ajánljuk életünket szabadítónk oltalmába. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, Yeah.
Kérdőket összefeszítették, kémált szemlélkültetlenek. Harmadatra felvállalt az írások szerint, fölmenj a mennyben, ott ül az kármilyen, de újra jelentőségben, ítélni élőket és mostanak, és országában ez vége. Hiszek a szemlélkben, Urunkban is életben, aki az Atyától és a Fiútól származik, aki tényleg úgy látunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólhat a profétás szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli nagy szentek házban, valóban egy keresztséget, a bűnök bocsánatát, várom a boldog felvállását, és a kerülendő örök életet. Testvéreim, Jézus most is itt van közöttünk, hiszen az ő nevében gyűltünk egybe, terjesszük tehát eléje alázatos kéréseinket. Éreztesd meg, Urunk, minden emberrel boldogító közelségedet. Erősítsd bennünk a hitet, hogy te szólj hozzánk, Szentatyánknak, Ferenc pápának, püspökeinknek és lelkipásztorainknak tanító szavában. Teremtsd meg a békét és a testvéri egyetértést a világ népei között. Tégy készségessé minket nagy lelkű jóvátételre, amikor bűneinket megbocsátod. Gyújts lángra szívünket, hogy boldogan járuljunk szent áldozáshoz, amikor lelkünk hajlékába kívánt szérni. Halálunk óráján szólíts magadhoz, hogy mindörökké nálad lehessünk. Hívő testvérünknek, Judit asszonynak, adj, Urunk, gyógyulást, szándékod szerinti jobbulást. Örök ige, megváltó fiú Isten, te a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától megtestesültél, és kedvedet leled abban, hogy az emberek között lakozzák. Add, hogy hálás szívvel fogadjunk, és szereteted melegét tovább sugározzuk embertársainkra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, legyen kedves előtted ez a tiszta áldozat, és árassza ránk bőven szent irgalmadat, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Hűséges és irgalmas Atyánk, hálát adunk néked, mert nekünk adtad fiadat Jézust, üdvözítő Urunkat és testvérünket. Ő szerette a szegényt, a beteget, a kitaszítottat és a bűnöst. Nem ment el részvét nélkül, semmiféle ínség mellett. Az ő élete és tanítása arra oktat minket, hogy olyan Isten vagy, aki úgy viseled gondunkat, mint ahogy egy atya törődik gyermekével. Nagy jóságodért és hűségedért magasztalunk téged, s az angyalokkal és a szentekkel együtt fölséged dicséretét szengjük. Magasztalunk téged, mennyei atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. De kiváltképp most, midőn szent fiad Jézus szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát, mindenható Istenünk, küld el szent lelkedet e kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk testével és vérével. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
Jóságos atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kényszenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, és feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Erősíts meg fiadnak testével és vérével, és az ő képmására újíts meg minket. Áld meg Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, add, hogy az egyház minden tagja megértse az idők jeleit, és növekedjen az evangéliumhoz való hűségben. Nyisd meg szívünket a körülöttünk élő emberek iránt, hogy szeretettel megosszuk bánatukat és aggodalmaikat, reményeiket és örömeiket, és utat mutassunk nekik az üdvösségre. Mennyei atyánk, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békéjében hunytak el, akikért novemberi szentmiséinket felajánljuk, s légy irgalmas minden megholthoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár ránk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent angyalaiddal, az apostolokkal és a vértanukkal, és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert ti Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét,
aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megüdvözlő lelke. Yeah.
Ha nincs rá lehetőség, hogy valósággal megáldozza Szent Misén, áldozzál legalább szívedben és lelkedben, égő vágyakozással egyesülve az üdvözítő, életadó testével. Szalézi Szent Ferenc. Édes Jézus, tiszta szívemből hiszem, hogy valóságosan jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Minél jobban imádlak és szeretlek. Égő vágyjal vágyakozom utánad, de mivel most nem tudok áldozni, gyere legalább lelkileg szívembe. Egyesülök veled, mintha valóságosan magamhoz vettelek volna. Egészen neked ajánlom, szentelem magam. Ne engedd, hogy valaha is elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk, kérünk Istenünk, működjék bennünk egyre hatékonyabban kegyelmed, és a mennyei szentség ereje jóságodból tegyen alkalmassá arra, hogy elnyerjük ígéreteidet, Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzunk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért. Mennyei Atyán, minden élet forrása, küld el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztus, felismerjük és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Kedves testvéreim, nagy szeretettel hirdetem, hogy minden szentek ünnepének nyolcadában továbbra is van még lehetőség naponta teljes búcsút nyerni az elhunytakért. Feltételek, gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára természetesen. Itt a Szent Gyónás az a bevezető lelki megtisztulást jelenti, és aztán a további napokon a szent áldozással tudunk még hozzájárulni a szenvedő lelkek megsegítéséhez. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor. Akik halottak napján, illetve minden szentek ünnepe delétől meglátogattak egy templomot vagy kápolnát,
már is nyerhettek búcsút a szokásos feltételekkel. Itt a mi altemplomunkban is az urna temető látogatása nyilvánvalóan lehetővé teszi azt, hogy az elhunytakért imádkozva búcsút nyerjünk. A látogatáskor egy mi atyánkot, egy hiszek egyet kell elimádkozni. Hírlevelünkben az angyalszóban Dolhai Lajos teológus professzor úr rövid magyarázatát is olvashatjuk a búcsúról, a búcsúnyerés jelentőségéről. Halottainkra emlékezünk egy lélekemelő zenei áhítattal, amelyre templomunkban, itt Gazdagréten, november 8-án, pénteken, este 7 órakor kerül sor, amikor majd a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar ingyenes hangversenyt ad, amelynek keretében Mozart requiemjét adják elő, Hamar Zsolt karnagy úr vezényletével. A hangversenyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatja. Úgy vélem, hogy megtiszteltetés az egyházközségünk és templomunk számára is ez a jelentős zenei esemény, amely reméljük, hogy már nem ritkaság számba menő különleges alkalom, hanem egy további sorozatnak lehetőségeinek a kezdete. Búcsúról beszéltünk, a búcsú nyerés egyrészt a halottakért, a szenvedő lelkekért lehetséges, önmagunk számára is kérjük és kérhetjük a bűneinkért járó büntetés elengedését, ez a búcsúnak a lényege, ettől a büntetéstől veszünk búcsút a Jóisten kegyelméből. Erre a különböző templombúcsúk is alkalmat kínálnak, úgy, mint a következő esperes kerületi búcsunk, a Szent Imre városi búcsú, amely mához egy hétre lesz, november 10-én, este 7:30 órai kezdettel, a Szent Imre városi Szent Imre plébánia templomban, a Villányi úton, Szkalicki őrs ciszterci plébános atya szeretettel vár bennünket. Már azután 3 nappal már is egy újabb búcsú lesz, mégpedig a Magyar Szentek búcsúja a Magyar Szentek templomában, a Petőfi híd budai hídfőjének a közelében, november 13-án, kedden, illetve a szerdai napon, szerdán, este 6 órai kezdettel. Ez azért is lesz különleges, mert a Magyar Katolikus Püspöki Kar is részt vesz majd a Szentmisén, amit a bíboros úr fog bemutatni, emlékezve a kassai vértanúknak jubileumi évére és évfordulójára. Nagy szeretettel várlak benneteket, most a Szentmisét követően a kávézóba, illetve az előtérre, hogy találkozzunk, legyünk együtt a nagy Szent Borromeo, Szent Károly holnapi ünnepére való előkészületként, és örüljünk annak, hogy testvéri közösségben szolgálhatjuk az Urat, és ismét kérem, hogy Jutka asszonyért is imádkozzunk, hogy a Jóisten szándéka szerint újra közöttünk lehessen, hiszen most is fog hiányozni itt a vendéglátásnál, ahogy ezt tenni szokta. Kérjük most a Jóisten áldását, kérem a jelenlévőkre, a televízió kedves nézőire. Még azt nem hirdettem, hogy 10-én vasárnap irodalmi klub lesz, délután 5 órakor, téma Móricz Zsigmond munkássága, még ma lehet jelentkezni a felolvasásra. A novemberi misékre továbbra is hozhatjuk a mise szándékokat, ide helyezzük az oltárra, mind itteni híveink, mind pedig az ország minden részéről médiaapostolaink mise céduláit, tehát egész hónapban lehet még csatlakozni a Szent Mise sorozathoz,
most pedig következzék az áldás. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket a vigasztaló Isten, aki kimondhatatlan jóságában teremtette az embert, és egyszülött fiának feltámadása által megadta a feltámadás reménységét a benne hívőknek. Amen. Nekünk, akik még élünk, adja meg bűneink bocsánatát, minden megholt hívőt pedig vezessen el a világosság és a béke országába. Adja meg, hogy Krisztussal együtt vég nélkül boldogan éljünk mindnyájon, akik hittel valljuk, hogy ő valóban feltámadt a halálból. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ért, menjetek békével. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátánhoz kísértésével Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei,